Dr. Dura Mónika és Pollák Éva a vendégeim a Panna Csajok stb. Mai adásában, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítója és szakmai vezetője. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Hol tartunk ebben a folyamatban? Szóval az emberek nehezen veszik rá magukat? Azt érzem, hogy ez most sok, elakadtam, vagy ezt nem tudom egyedül, akkor merjek segítséget kérni. Tehát nem kell mindent megoldani egyedül. Én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amikhez igenis kell segítség. És itt lehet szakember segítség, a családon belül segítség, szóval nagyon sokféle, akár a háztartásban segítség, hogy ez mennyire fontos dolog, hogy mindent meg akarunk oldani, mindent tökéletesen akarunk csinálni, és egyedül, hogy mint anyák, akkor mennyire tudunk tökéletesen a munkahelyen, az anyaszerepben, a feleségszerepben, a barátnőszerepben, és hogy bűntudatunk van, ha valahol azt érezzük, hogy ez most nem ment, nem volt tökéletes, közben meg nem kell bűntudatnak lenni, hanem meg kell fogalmazni azt, hogy ez most sok, és hogy akkor hogyan kell mondjuk átszervezni egy családnak az életét, hogyan kell a nagyszülőktől, az apukától, vagy bárkitől segítséget kérni, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Vagy ha azt érezzük, hogy lelkileg sok, és most nem fog ez menni, akkor el kell menni egy szakemberhez. Hogy szóval nem kell azt gondolni, hogy ebben a világban egyedül kell mindent megoldani. Múltkor láttam egy nagyon vicces TikTok videót, egy 50 körüli férfi táncolt benne, és azt írta ki, hogy hát hirtelen olyan 10 éves kora körül 30-ák kellett válnia, és hogy ott megrekedt. Tehát, hogy nem igazán nőtt fel, hogy gyakorlatilag permanensen 30 évesnek érezte magát. Tehát ez, amikor gyerekként ugye felnőtt szerepet vagyunk kénytelenek azért felvenni, de közben nem vagyunk hajlandóak a nap végén igazából felnőni sem, hogy mennyire gondoljátok, hogy ez egy általános probléma. Hát szerintem ez onnan indul, hogy a felelősségvállalás az az általános probléma. Mert ugye a felnőtt az vállal felelősséget a cselekedeteiért, az érzelmeiért, és akkor ugye ez nagyon nehéz, hogy szerintem ebben kell sokat fejlődni, hogy akkor vagy igazán felnőtt, nem amikor biológiailag eléred a felnőtt, vagy attól a gyerekeid lesznek, hanem hogy ezeknek végig gondolod azt, hogy a döntéseidnek milyen következményei lehetnek, és hogy azért te vállalod a felelősséget, és akkor visszamehetünk ide annak, hogyha gyereket vállalok, akkor ugye ezt tudatosan végig kell gondolni, hogy az nem egy hónapra fog szólni, nem két hónapra. És hogy amit te is mondtad, hogy a szülősuliban erről lehet gondolkodni, hogy ezt így tudatosíts magad, de hogy ez mekkora elköteleződés. Mert mindenki addig beszél, hogy nagy pocakod lesz, milyen gyönyörű lesz, és akkor milyen nehéz lesz a szülés, és akkor ott, mintha vége lenne a filmnek, de közben igen, vége van a filmnek, de egy teljesen másik film indul el. Ugye? És akkor az ott mekkora nagy váltás, amikor ott rájössz arra, az azt követő szürke hétköznapokban, hogy ez a baba már pedig itt lesz, itt éjjel-nappal itt lesz, és utána mindig lesznek korszakok, és hogy ehhez mennyi erő kell így belül, és ez mekkora a felelősség. És nem azt jelenti, hogy ezt egyedül kell végigcsinálni. Ez is nagyon fontos, amit az előbb is mondtam, hogy visszautalva. Ez nem egy mese, hanem ez egy mesekönyv kötet, ugye? Vagy egy sorozat. Ugye? Amiben így a mese végén ott van, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ami azt jelenti, hogy az a konfliktus feloldódott, és hogy most csönd van, és most simulj bele egy picit, mert aztán úgyis lapozok, és indul az újabb mese, az megint fölbomlik az egyensúly, akkor megint ugye meg kell találnom a segítőmet, a szövetségesemet, a belső erőmet, az összekapcsolódni, a letenni, levágni, elengedni, stb. És akkor megint ott lesz, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak, ha szuper, szuper, oké, jön a következő. És hogy tulajdonképpen ez nem mind ilyen fú és horror, és akkor minden ilyen nagy nehézség, hanem mindenkinek az életében vannak olyan szakaszok, amikben ilyen nagyon könnyen megy, az, hogy elengedem azt, amit el kell engednem, hogy magamhoz veszem, amit magamhoz kell vennem, hogy karnyújtásnyira van a segítőm, vagy nagyon kell keresnem, vagy stb. Tehát, hogy vannak olyan életszakaszok, amikben így könnyen tudjuk venni az akadályokat. És vannak olyan életszakaszok, amikben meg nagyon-nagyon nehezen tudjuk venni az akadályokat. Ez egy ilyen folyamatos munka a te
személyiségeddel, lelkeddel való foglalkozás. Hogy a mai világban, amikor instant megoldásokat gondolunk nagyon, nagyon hatékonynak és gyorsnak, és azt gondoljuk, hogy elmegyünk egy ilyen 5 alkalmas terápiába, és akkor kész vége, megoldottuk a problémát, és akkor ezzel a gyerek is meg van szerelve, javítva, és ezt is letudtuk, pipa, ez nincs így. Szóval ezt a tévhitet is el kell oszlatni, hogy lehet traumákon, vagy akadályokon segíteni, de az nem azt jelenti, hogy nem lesz következő. Az nem azt jelenti, hogy egy következő életszakaszban most már te be vagy biztosítva. Szóval az a jó hír, meg a rossz hír is, hogy ezzel folyamatosan a lelkünkkel ugyanúgy kell foglalkoznom. Szervizelés. Folyamatosan. És hogyha folyamatosan foglalkozol, akkor talán ezeket az erősebb külső behatásokat, vagy élethelyzeteket könnyebben meg tudod oldani. Ha nem csak alkalomszerűen, akkor sokkal, sokkal mélyebbre tudsz benne menni. És hogy szerintem ebben én inkább a fejlődés lehetőségét látom. Hogy azt gondolom, hogy amit az Évi is mondott, hogy néha olyan jó. Szóval azt az ember kimondja, hogy én most nem cserélnék senkivel, hogy ez most annyira jó. De hogy ebben mennyi munka van, és ez nem biztos, hogy ez így marad, de attól még én az nap tudok örülni, ami az nap volt, és ez nagyon fontos, hogy vissza is tudjuk ezt magunknak adni. De én azt is látom benne, hogy minden életszakaszban van valami izgalmas, a nehézség mellett, hogy mennyi minden tisztulhat, hogyha azt nézzük, hogy egy idős embernek, hogyha fejlődött a személyisége, milyen tiszta gondolatai vannak, hogy milyen eszenciái vannak. Szóval ha én azt látom célnak, mondjuk 40 pluszosan, vagy 50 pluszosan, hogy de én hova fejlődhetek, hogy még mennyit tisztulhat ez az egész a fejemben, akkor ez egy olyan jó cél, és én ezeket szeretném így szem előtt tartani, hogy amikor arra gondolok, hogy idősödés.